No hát nézzük, hogy mit tudtunk volna kihozni ebből az egészből egy hierarchikus regresszióval. A hierarchikus regresszió vagy blockwise módszernek a lényege az, hogy te eldöntheted azt, hogy milyen sorrendben szeretnéd beléptetni a változóidat a modellbe. És ennek segítségével eldöntheted azt, hogy melyik változóról szeretnél többet tudni, és melyek lesznek azok a változók, amiket esetleg csak a többi változó kontextusában fogsz értelmezni. Tehát megtehetem azt, hogy a kimeneti változót az első modell mondjuk csak a reklámba fektetett összeggel magyarázom. És fogok kapni egy modell táblát, egy ANOVA táblát és egy itt megjelenített koeficiens táblát, amiben csak a reklám van, mint prediktor változó. Aztán következőnek dönthetek úgy, hogy a reklám mellé beléptetem a modellbe még a YouTube-ot is, és megnézem, hogy a e kettő prediktorváltozó együtt hogyan képes magyarázni a kimeneti változó változatosságát. Ehhez is fogok kapni egy modellszámeli táblát, meg fogom kapni azt, hogy a két változó együtt mennyit képes magyarázni az eladott koncertjegyek változatosságából. Fogok kapni ehhez is egy ANOVA táblát, és az ANOVA táblából el fogom tudni dönteni azt, hogy a két prediktorváltozó segítségével felépített modell szignifikánse, általánosítható-e, és fogok kapni egy koeficiens táblát itt, itt ez a a középső rész, aminek a segítségével el fogom tudni dönteni azt, hogy a két prediktor változó együtt e, hogyan magyarázza a kimeneti változót, és most már a két prediktor változót egymás kontextusában látom. Lehet látni, hogy változik a béta értéke. Itt még 0,78 volt a béta értéke. Itt ebben a modellben, ahol a videóklip is már bent van változóként, a reklámnak a béta értéke már csak 0,23 hiszen most már a reklámot az utolsó videóklipnek a kontextusában fogom látni. És lehet látni, hogy a reklám által magyarázott résznek, ez itt, egy részét a YouTube is tudja magyarázni, tehát ezt a picike variancia részt, ezt a metszetet, ezt ugye szét kellett osztani a két prediktor változó között. Mit jelent ez nekem? A reklámról így most egy csomó információm van, hiszen láttam őt egyedül a modellben, és láttam őt úgy, hogy a YouTube videóklippel együtt hogyan ö, képes magyarázni a kimeneti változót. Ezzel szemben a YouTube-ról csak az az információm van, amit a reklám kontextusában tud magyarázni. Tehát ebben az esetben a YouTube-ról nincsen olyan bő információ, mint a reklámról, hiszen a YouTube ö, magyarázó erejét, ezt, már csak a reklám kontextusában látom, tehát ez a metszet részít, ez, ennek a magyarázó ereje ez már szét van osztva a két prediktor változó között. Aztán dönthetek úgy, hogy egy harmadik modellbe beléptetem a ö, megosztások számát is, és Ebben az esetben már a három változót együtt nézem a modellben. Ehhez is fogok kapni egy modellszámari táblát, meg fogom tudni nézni, hogy a három változó együtt mit tud magyarázni a kimeneti változóból. Fogok kapni egy ANOVA táblát, eh, fogom látni azt, hogy ez a modell lesz klassz és általánosítható, és fogok kapni egy koeficiens táblát is, és a koeficiens táblában most már mind a három változót a másik, kontextusában, másik kettő kontextusában fogom látni. És akkor a reklámról tudok a leg többet, például egy ilyen modell felépítésben, és folyamatosan tudom követni, hogy az ő magyarázó ereje a 0,78 az mennyivel csökkent akkor, amikor a YouTube-ot beléptettem 0,62-re, majd pedig mennyivel csökkent, amikor még a megosztásokat is beléptettem 0,61-re. Egy kicsivel kevesebbet tudok a YouTube-ról, hiszen tudom azt, hogy a reklám kontextusában neki ugye 0,39 volt a magyarázó ereje, ugye ez a középső rész volt szétosztva, és utána, amikor a megosztásokat is beléptettem, akkor ez a 0,39, ez lecsökkent 0,32-re, 0,33-ra. Tehát a YouTube-ról azt fogom tudni megadni, hogy csak a reklám mellett, illetve a reklám és a megosztások mellett mennyit tud magyarázni. És akkor a megosztásokról tudok a legkevesebbet, hiszen róla csak annyit tudok, hogy ő a másik két prediktor változó kontextusában mennyit tud magyarázni. De ezt a modellt ezt nem csak így építhettem volna föl. Ez éppen egy olyan modell, amiben a reklám volt számomra a legfontosabb, ezért ez került be első prediktor változónak. De ezt a modellt nem csak így építhettem volna fel, hanem felépíthettem volna úgy, hogy a megosztások kerülnek előre, és akkor a megosztásokról, a posztok számáról fogok a legtöbb információt tudni, és a posztok számának magyarázó erejének változását fogom tudni végigkövetni így, ahogy folyamatosan építem fel a modelleket. Na no, hát nézzük, mire szoktuk ezt használni. Egyrésztről hierarchikus módszert szoktunk használni akkor, hogyha vannak számunkra fontosabb változók. Ezt látjátok itt ezen a diagramon. Amikor a reklám az egy számomra marha fontos változó, és ezért erről szerettem volna a legtöbbet megtudni. Azt szerettem volna megtudni, hogy a reklám mit magyaráz, és ez a magyarázó erő, ez hogyan változik a többi prediktor kontextusában. Ez is egy használata a hierarikus regressziónak. Ugye a hierarikus modellben nem csak a koeficiens táblából lesz, ilyen több blokk, hanem minden táblából, az ANOVA táblából is, és a modellszámori táblából is. És a modellszámori táblában minden egyes blokkhoz lesz egy külön R értékünk. Tehát lesz egy R értékünk arra, hogy mennyit tud az a modell magyarázni az eladott koncertegyekből, amiben csak a reklámba fektetett összeg van prediktorváltozóként. Aztán lesz egy R értékünk arról, hogy mennyit tud az eladott koncertegyek változatos magyarázni, az a modell, amiben már a reklámba fögtetett összeg és a YouTube is szerepel e, prediktorváltozóként. És lesz egy harmadik R értékünk, ami pedig azt fogja megmutatni, hogy mennyit tud a kimeneti változó változatosságából magyarázni az a modell, amiben már a reklám, a YouTube és a megosztások számai szerepel prediktorváltozóként. És az r ernégyzetek, azok nyilván folyamatosan nőni fognak, ahogy, egyre, ahogy nő a prediktorok száma, és egyre többet tudok magyarázni a kimeneti változó változatosságából. Amikor a reklámot behelyezem a modellbe, ugye ő meg tud magyarázni egy 60%-ot, őt érdemes a modellben tartani. Amikor a YouTube-ot behelyezem mellé a modellbe, akkor ö, felmegy a magyarázó erő 71%-ra. Tehát a YouTube-ot érdemes ö, behelyezni a modellbe, hiszen a 60% Ról van egy 11%-os növekedésünk 71%-ra a magyarázó erőben. És amikor behelyezem a modellbe a megosztások számát, akkor lehet látni majd, hogy az R négyzet értéke már nem fog jelentős mértékben növekedni. Ugye 74%-on fog megállni, és ez is egy jó jel nekünk arra, hogy igazából a megosztások száma az már nem tud jelentős mértékben hozzáadni a modellhez. Egy másik használata a hierarchikus regressziónak az az, amikor a prediktor változók közötti összefüggésből adódó problémákat szeretnénk valahogy tisztázni, és szeretnénk megnézni azt, hogy valójában a megosztások számának miért nincsen magyarázó ereje, és szeretnénk valahogy feltárni azt, hogy ez a magyarázó erő eltűnéséért mennyiben a YouTube felelős, mennyiben pedig a reklámba fektetett össze. Felelős. És a videó további részében nézzük meg ezt, hogy a kollinaritás problémáját hogyan lehet felgörgetni egy hierarikus regressziós modell használatával. Na hát akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet egy ilyen blockwise modellt felépíteni JASP-ben.